Ferenc pápa hazatért a Vatikánba. Új szabályok a régi rítusú misekönyv használatában. Innovatív kerekesszék a nagyobb önállóságért. Itt a Római Riportokban. Ferenc pápát az orvosok 10 nappal műtéte után hazaengedték a római Gemelli kórházból. Ezek az utolsó képek róla a kórházban. Távozása előtt rákkal küzdő beteg gyermekeket látogatott meg. Ferenc pápa első útja a Santa Maria Maggiore bazilikába vezetett, azért, hogy Róma védőszentjének a képe előtt imádkozzon. A Szentszéki sajtóiroda közleménye szerint a pápa hálát adott a sikeres műtétért, és imádkozott azokért a betegekért, akikkel a kórházban találkozott. Eleinte kerekes székre volt szüksége. Egy Twitter videó tanúsága szerint viszont jól látható, hogy a pápa állva köszönti a Vatikán előtt álló rendőröket. A Szentatya júliusban nyári vakációját tölti. Egyetlen hivatalos programja a vasárnapi úrangyala elimádkozása az apostoli palota ablakából. Bár Ferenc pápa még lábadozik, kicsit lefogyott és a hangja is gyengébb volt, mégis elmondta az úrangyala imát a hívek előtt. A Szent Péter téren kubai zarándokok is jelen voltak. Sono anche vicino al caro popolo cubano in questi momenti difficili. In particolare alle famiglie che maggiormente ne soffrono. Prego il Signore che lo aiuti a costruire in pace, dialogo e solidarietà una società sempre più giusta e fraterna. E perché fa questo? A pápa megemlékezett a németországi, belgiumi és hollandiai áradásokról is. Il Signore accolga i defunti e conforti i familiari, sostenga l'impegno di tutti per soccorrere chi ha subito gravi danni. Ferenc pápa a pihenés fontosságáról is beszélt a nyári szünidőben. Elmondása szerint a pihenés gyógyír a teljesítménykényszer csapdájára. Guardiamoci fratelli e sorelle dall'efficientismo. Fermiamo la corsa frenetica che detta le nostre agende. Impariamo a sostare, a spegnere il telefonino, a contemplare la natura, a rigenerarci nel dialogo con Dio. Az egyházfő augusztus 4-éig csak a felépülésével és a sürgős tennivalókkal foglalkozik. Amikor elköszönt a Szent Péter téren összegyűlt zarándokoktól, imáikat kérte. Több ezer kubai vonult utcára, szabadságot és a kommunizmus végét követelve. Olyan volt, mint egy robbanás, hogy a hosszú elnyomás évei után kimondhatták, amit gondolnak és amit éreznek. Végre sokan megtették. A kormány válasza azonnali volt. Miguel Díaz-Canel elnök megjelent a tévében, és arra szólította fel az összes kommunistát, hogy harcoljanak, aminek következtében elszabadult a gyűlölet és az erőszak. Ronaldo atya szerint a tüntetőkhöz csatlakozó papokat is letartóztatták. A fiatal szeminaristát, Rafael Cruz Deborát egy nap után elengedték pénzbírság fejében. Hétfő reggel erőszakosan tartóztatta le 15 rendőr és 15 katona, akik 3 rendőrautóval érkeztek a házához, miközben verbálisan és fizikailag is erőszakosan viselkedtek. Megtámadták a családot, és magukkal vitték a fiút. Semmit sem lehetett tudni róla az első 7-8 órában, miután letartóztatták. A helyzet nagyon feszült. A kubai katolikus püspökkari konferencia kiengesztelődésre és párbeszédre szólított fel, és kérik a nemzetközi közösség támogatását.
Nemzetközi támogatásra van szükségünk. Látnia kell a világnak, hogyan él és szenved a kubai nép szabadság és lehetőségek hiányában. Látni kell a világnak az emberek szükségeit, hogy igazságosan és békésen tüntethessenek, hogy vége legyen az erőszaknak, és Kuba is megkaphassa a megérdemelt, méltó jövőt. Az ilyen nagyságrendű kormányellenes tüntetések ritkák Kubában, ahol a jóvá nem hagyott gyülekezések törvénytelenek. Cari amici. Ferenc pápa együttérzéséről biztosította a nyugat-németországi áradások áldozatait, ahol legalább 160 ember életét vesztette, és több mint 1000 szemét nyilvánítottak eltűntnek. A német elnöknek, Frank-Walter Steinmeiernek küldött levelében Pietro Parolin vatikáni államtitkár a pápa imájáról biztosította az érintetteket, különösen az elhunytakat és szeretteiket, az otthonukat és megélhetésüket elvesztőket. Ferenc pápa imáiba foglalta Dél-Afrikát az egyre hevesebb tüntetések miatt. In quest'ultima settimana sono giunte purtroppo notizie di episodi di violenza che hanno aggravato la situazione di tanti nostri fratelli del Sudafrica, già colpiti da difficoltà economiche e sanitarie a causa della pandemia. A tüntetéseknek becslések szerint 215 halottja van. A zavargásokat Jacob Zuma volt elnök támogatására szervezett útlezárásokkal kezdődtek. Zumát korrupció miatt tartóztatták le, de ő kitart amellett, hogy igazságtalanul vádolják. A tüntetők a világjárvány által súlyosbított gazdasági és társadalmi válság ellen emelik fel szavukat. Unitamente ai vescovi del paese, rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili coinvolti perché lavorino per la pace e collaborino con le autorità per fornire assistenza ai bisognosi. A püspökök elítélik a kirívóan bűnöző elemeket, amelyek kihasználják ezt a helyzetet, és arra kérik az embereket, hogy emelkedjenek a politikai érdekek fölé, az életvédelme és a közjó megőrzése érdekében. Továbbá felszólalnak a hatékony vezetés hiánya ellen a kormányzatban és az etikátlan gyakorlatok ellen az üzleti életben. Massimo Fusarelli testvér a kisebb testvérek rendjének új vezetője. Megválasztását a rend általános nagykáptalanjában jelentették be Rómában. A Vatikán által közzétett üzenetben Ferenc pápa gratulált Massimo testvérnek új kinevezéséhez, aki a rend alapítójának, Assisi Szent Ferencnek 121. utóda. A pápa biztosította Massimo testvért áldásáról és imáiról. Ferenc pápa együttérzéséről biztosította az iraki Naziria al-Hussein kórház COVID-osztályán július 12-én kitört tűz áldozatait. Az iraki apostoli nunciusnak írt levelében a pápa közölte, hogy különösen az elhunytakért, valamint családjaik és barátaik vigaszáért imádkozik. Több mint 60 ember meghalt és több mint 60-an megsérültek a tűzben, amelyet egy oxigénpalack robbanása okozott. A kórház előtt dühös tüntetők az iraki polgárok elhanyagolásával vádolják a kormányt. A törékeny iraki egészségügyi rendszert súlyosan érintette a koronavírus járvány is. Az általános kihallgatások során Ferenc pápa mindig megáll, hogy találkozzon a zarándokokkal, megáldja a nagy családosokat és az új házasokat. Victoria és Manel részese volt a pápai áldásnak. A pápa azt kérdezte, hogy veszekedtünk-e már, amire azt mondtuk, hogy még csak 4 napja vagyunk házasok, szóval nem. De azt mondta, hogy a legfontosabb, ha veszekedünk is, még aznap béküljünk ki. A pápa tanácsa az, hogy mindig kérjünk bocsánatot szeretettel. Azt mondta, hogy soha sem menjünk úgy aludni, hogy nem kérünk bocsánatot így. Marie Bertrand 3 év római tartózkodás után készül vissza Franciaországba férjével és 4 gyermekével. A pápa áldásával indulnak útnak.
Magunkkal visszük ezt a kegyelmi pillanatot és az áldást. A pápa maga áldott meg. Nagyon meghatározó pillanat volt. Az általános kihallgatások szünetelnek július folyamán. Augusztusban ismét találkozhatnak a zarándokok az egyházfővel. Ferenc pápa úgy határozott, hogy a tridenti rítusú szentmisét csak a helyi püspök engedélyével lehet bemutatni, és az olvasmányokat akkor is a népnyelvén kell felolvasni a püspökkari konferencia fordítását használva. A határozat tehát a tridenti rítusú misét érinti, amelyet más néven 5. Szent Pius néven is illetnek, amely a II. Vatikáni zsinatig volt használatban. A régi rítus szerint a Szent Mise nyelve latin, a pap halkan beszél, és a híveknek háttal misézik. 6. Pál pápa 1970-ben módosította ezt a rítust a ma használtra. Ez mindig a gyülekezet nyelvén hangzik. Emellett szélesebb az olvasmányok választéka, és nagyobb a hívők részvétele. 16. Benedek pápa engedélyt adott a régi forma használatára azzal a szándékkal, hogy erősítse a tradicionális katolikusokkal a köteléket. A tradicionalista katolikusok ugyanis visszautasították a II. Vatikáni zsinat által bevezetett változtatásokat. A kapcsolata a tradicionalistákkal azonban nem javult, mert folyamatosan visszautasítják a többi változtatást is, amelyet a II. Vatikáni zsinat hozott. Ferenc pápa a döntését a Traditionis Custodes kezdetű motu propriójában magyarázta meg, amelyben hangsúlyozza, hogy a püspökök a hagyomány őrzői. A változtatás nem érinti azokat a szerzetes rendeket, amelyek a régi rítust használják, mert ők nem függnek a püspöktől. Az egyházmegyés papoknak a helyi püspök engedélyét kell kérniük régi rítusú szentmise bemutatásához, és a püspökök felelőssége az egyházmegyében erről döntést hozni. Matteo Zuppi 2015-ig Róma segédpüspöke volt, amikor Ferenc pápa kinevezte őt Bologna érsekévé, 4 évvel később pedig bíborossá. A bíboros papi hivatását a San Egidio közösségnek köszönheti. Az elején még egyfajta ellenszenvet is éreztem az ötlet iránt, mert a szüleim szentek voltak. Az apám a Vatikánban dolgozott, de én nem akartam pap lenni. De az, hogy része voltam a San Egidio közösségnek 10 évesként, egészen más perspektívát adott. A bíborosra nagy hatással volt a közösség tagjainak a szegények iránti elkötelezettsége. A papi hivatásról való döntéshez viszont szüksége volt időre, hogy szembe tudjon nézni azokkal a kihívásokkal, amit a teljes elköteleződés kíván. Óvatosnak kell lennünk. A cölibátus nem jelenti azt, hogy érzelmek nélkül élünk, hanem hogy megtaláljuk a módját, hogy hogyan szeressük az embereket. Ha egy kicsivel komolyabban vennénk a barátságot, ha megtanulnánk szeretni egymást nem szexuális módon, az nem lenne rossz. Matteo Zuppi bíborost Ferenc pápa olyan krízisben lévő országokba nevezte ki, ahol nagy diplomáciai tapasztalatra van szükség. Az 1990-es években a mozambiki béketárgyalásokat követve gondolkodóba esett. A legmeglepőbb dolog az volt, hogy az életnek nincs értéke. A szárazság semmi sem volt ahhoz képest, hogy mekkora gazdasági krízist okozott a háború. Semmit nem lehetett kapni, az üzletek üresen álltak. Ha elment az ember a piacra, semmit sem talált. De valahogy mindenkinek meg kellett oldani, ezért az emberek a fekete piacon próbáltak hozzájutni ahhoz a kevéshez, amihez lehetett. Az életnek nem volt értéke, és az emberek mindenféle eszközökhöz nyúltak a túlélésért. Matteo Zuppi bíboros így az egyik legtapasztaltabb európai bíboros az afrikai kérdéseket illetően. Világszerte több mint 25 millió embernek kellett elhagynia otthonát, a családját és közösségét, hogy biztonságos helyre jusson. Sokszor az egyetlen dolog, amit magukkal tudnak vinni, az az okostelefonjuk.
Egy brit civil szervezet abban segít, hogy kapcsolatban maradhassanak családjukkal. Azoknak a menekülteknek, akiknek van telefonja, általában az az egyetlen tulajdonuk, amit magukkal vihetnek otthonról. Bárhová, ahova mennek, szükségük van GPS-re. Ha megérkeznek egy országba, szükségük van rá, hogy regisztrálhassanak menekültként. A telefonhitel fontos a menekültek számára, hogy biztonságban legyenek ismeretlen helyeken. Volt, aki ennek segítségével találta meg gyermekét. A szolgáltatást használók közül valaki elszakadt valahogy a kisgyermekétől. A kislány egy másik családhoz keveredett, akik tovább mentek Észak-Európába, és így teljesen elszakadt a családjától. A telefonhitel segítségével vették fel a kapcsolatot, és ezt tette lehetővé, hogy pár hónap múlva a kislány visszakerüljön a családjához. Ferenc pápa arra kéri a globális közösséget, hogy együttérzően tekintsünk az otthonukat elhagyni kényszerülő emberekre. Nem kellemetlenség, hogy ezek az emberek itt vannak. Szomszédokként kell tekinteni rájuk, és egy kis időt is eltöltve velük hamar rájövünk, hogy tényleg azok. Azok a menekültek, akik telefonhitelt kaptak, hálájuk jeleként a világ minden sarkából videó üzeneteket küldenek. A 15. század végén művészeket inspiráltak a Kolosseum mellett található barlangok művészeti alkotásai. Egyedülálló és változatos mi voltukban a természetet, geometriai figurákat és mitológiai alakokat ábrázoltak, félig emberként, félig állatként. Noi sappiamo che venne scoperta i primi scopritori furono alla fine. Tudjuk, hogy ezeknek a freskóknak az első felfedezői a 15. században éltek, és Pinturicchio volt az egyikük. Amikor Raffaello Rómába érkezett 1508-ban, lement a barlangokba itt az egyik lyukon, legalábbis oda, ami akkor barlangnak tűnt. Erano allora sembravano allora delle vere e proprie grotte. A barlangnak hitterek valójában egy óriási épület tetejének a nyílásai voltak. És nem is akármilyen épületé, hanem Néró villájáé. Néró halála után az utódja az eredeti funkciójából teljesen átalakítatta a palotát. Gli imperatori successivi vollero cancellare. A Néró utáni uralkodók mindent megtettek, hogy elpusztítsák, amit épített. Ezért készült el a Kolosseum a Stagnum Neorins felett, ami nem volt más, mint egy nagy tó, ami a források szerint a palota közepe volt. A palotát megfosztották az összes márványszobortól, amelyet később az új épületek alapanyagaként hasznosítottak. Traianus még egy lépéssel tovább ment. A Domus Aureát elföldelte, és termálfürdőket épített rájuk. Csak a festett műalkotások voltak megmenthetők a Domus Aureából. A birodalmi palotát csak lassan fedezték fel, és most ez a kiállítás mutatja, hogy mekkora hatással volt a reneszánsz világra. Mexikóban, a valamikori Szent Mihály Arkangyal konventben nagyon hasonló festményábrázolásokat lehetett találni. A római kiállításra Raffaello halálának 500. évfordulója alkalmából került sor, és a pandémiára tekintettel egész évben nyitva lesz. Andrea De Palo egész életében kerekesszékes volt. Ez inspirálta, hogy megalkossa az úgynevezett avancsert azért, hogy a mozgáskorlátozottak önállóan tudjanak ki- és beülni a kerekesszékbe. Olyan kerekesszéket akartunk építeni, ami előbbre viszi az embereket azzal, hogy függetlenebbek és szervesebb részei a társadalomnak. Képesek elvégezni a legfontosabb feladatokat a mindennapi életben anélkül, hogy másoktól függnek. Without depending from someone else.
Az Avancer célja, hogy ezzel az innovatív tervezéssel, amely magában foglalja az oldalsó és a függőleges mozgást is, önállóságot nyújtson az érintetteknek. A kerekesszéket használó emberek 55%-ának van szüksége mások segítségére, ha független mozgást akarnak végezni. Ami azt jelenti, hogy mindig szükségük van egy gondozóra, vagy olyan személyre, aki segíti őket be- és kiszállni a kerekesszékből. Az Avancer projektet az olasz multinacionális energiavállalat, az Enel és a Banco BPM támogatja. Andrea szerint ez egy befogadóbb társadalmat alakító együttműködés. Ha együtt dolgozunk, akkor a sokszínűségünket lehetőségként használhatjuk azért, hogy növekedjünk, és másként lássuk a világot a probléma megoldások során, vagy amikor olyan dolgokat cselekszünk, amelyek jobbá teszik a világot. Andrea találmánya inspirálja a mozgáskorlátozott embereket, hogy megoldást találjanak a hétköznapi kihívásokra is. Que sí, que todo eso del viaje está muy bien, pero aún no sabemos ni por qué fuiste ni qué es lo que te pasó allí. Szentföld, az utolsó zarándoklat, egy válságban lévő család történetét meséli el, amely útnak indul a Szentföldre. Mi mejor amigo va a un viaje al que no hubiera ido. Donde le pasa algo que no me quiere contar. Pero cómo es posible, entiendas lo que dijo. Ott megindító emberi történetekkel találkoznak. Láttam, hogy a muszlimok Mekkába zarándokolnak, és megkérdeztem, mi miért nem megyünk a Szentföldre? A világjárvány előtt is csökkenőben volt a Szentföldre látogatók száma, többek között a növekvő közöny és a csökkenő hit miatt. Mit nyerünk, ha a keresztények elhagyják Betlehemet? Csak egy turisztikai látványosság lesz, és elveszik a lélek. Mi vagyunk itt Jézus tanúi. Most azonban sok keresztény elköltözik a térségből, hogy munkát keressen. Jézus földje keresztények nélkül marad? Ez a kérdés áll a Szentföld a végső zarándoklat című film fókuszában. A válasz a helyzet megismerésében rejlik. Következő adásunkban az idősek és nagyszülők első világnapjáról számolunk be, itt a Római Riportokban.